Az Open AirLink multimédia rendszer a Google technológia legjavát tartalmazza az intuitívabb és személyre szabottabb vezetési élményért. Az Android rendszeren alapul, valamint a beszédfelismerés révén ugyanúgy használható, mint egy okostelefon. Csak ki kell mondani a Google segédnek, hogy OK Google, vagy meg kell nyomnia ezt a gombot a kormánykeréken a multimédia rendszer vagy a jármű funkcióinak vezérléséhez, például a klíma vagy a multisense beállításainak módosításához. Az Android Auto az Apple CarPlay rendszerrel is kompatibilis. Így kedvenc apjait közvetlenül a központi Open AirLink kijelzőről is megnyithatja a vezeték nélküli tükrözéssel. Az Open AirLink multimédia rendszer számos funkciót kínál. Navigáció, audio, telefon, appok és gépkocsi. Az egyik funkcióból a másikba való átlépéshez nyomja meg ezek közül az egyik gombot. Bármelyik funkciót is használja, a média képernyőn mindig láthatja és elérheti a főmenü sávját. A navigáció része megtekintheti aktuális útvonalát, valamint a jármű pozícióját a Google térképen. Ezen a képernyőn két testre szabható mini alkalmazás található a multimédia rendszer két funkciójának egyszerű eléréséhez. A Google térkép rendelkezik néhány speciális funkcióval az elektromos járművekhez. Ezek a hosszú útvonalakat optimalizálják azáltal, hogy a rendelkezésre álló és kompatibilis töltőpontok legjobb kombinációját javasolják. Így a lehető legrövidebb időn belül elérheti úti célját. Az audio részre lépve rádiót, vagy más zeneforrást hallgathat. A telefon részen a multimédia rendszerhez kapcsolódó telefonos funkciók érhetők el. Itt hívást kezdeményezhet, ellenőrizheti a hívás naplóját, és áttekintheti a kapcsolatokat. Okostelefon tükrözést használva az felülbírálja a telefonmenüt, és ez az ikon jelenik meg. Az alkalmazások területen használhatja kedvenc autós alkalmazásait, konfigurálhatja azokat, valamint újakat is letölthet a Play áruházból. A gépkocsi részen adott jármű funkciókat vezérelhet. Így például a multisense, a vezérlés segítő rendszerek, a parkolás segítő rendszer és az elektromos járművek funkcióit. A jármű és a multimédia rendszer különféle beállításait is módosíthatja. Ha pedig itt egy fehér pontot lát, az azt jelenti, hogy új értesítése érkezett. Az értesítési központ megjelenítéséhez nyomja meg ezt a gombot, vagy húzza lefelé az ujját a képernyőn. Ezután menet közben láthatja az értesítéseket, például a nem fogadott hívásokat, a fogadott üzeneteket, az elérhető frissítéseket és a járművel kapcsolatos riasztásokat. Ezt az ikont megérintve hozhatja létre és konfigurálhatja felhasználói profilját.